dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek tetteit, nagy erő miatt kézelegették ellenségeit is. Egész föld leborult előtted, és énekel neked. Énekli lehet dicsérjétek. Így szól az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és Úrtól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 66. Zsoltárunk első verse énekeljük Istenvára. 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Öltöjük egész földet Istennek, és énekelj szívünkkel. Thank you.
levelet sorozat így hangzik. Bár Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük az időleges és örök büntetést, hogyan szabadulhatunk meg attól, és békülhetünk meg újból az Istennel. Isten igazságos követelésének maradéktalanul eleget kell tennünk, ezért vagy nekünk, vagy valaki másnak meg kell fizetnie. Mi magunk meg tudunk-e Istennek fizetni? Mi magunk semmiképpen, ellenkezőleg napról napra növeljük bűnünket. Bárki más, aki hozzánk hasonlóan csupán te lennénk, megfizethet-e helyettünk? Senki sem. Először is Isten nem akar más te lennénk büntetni amiatt, amit az ember követett el. Másodszor nincs olyan te lennénk, aki Isten bűnt gyűlölő haragját el tudná hordozni, vagy másoknak attól meg tudna szabadítani. Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz valóságos Isten is. Előre megsúgom, hogy ez maga Jézus Krisztus ezt a jövő héten tetszene hallani, ugyanígy vasárnap életét. Folytassuk most Isten tiszteletünket énekmondással, 381. dicséretünk első 4 versét énekeljük, 381. dicséretünk első 4 versét, Jézus Krisztus, mi kegyelmes Atyánk. Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom mindjárt lelkének épülésére, úgy, ahogy az írva található Ézsaiás próféta könyvében 42. rész, első 4 versében. Így szól az ige. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lárváz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett látszárat nem töri össze, füstölgő nincses nem oldja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvénytet szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, a szívükbe zárják, és azt ott megtartják. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyák, úrunk a Jézus Krisztusban, megszentelünk a drága lélekben. Megrendülve olvasunk mindig ezeket a szavakat, és halljuk, hogy te ilyen Úr vagy, aki a megrepett látszálat nem töröd el, és a füstölgő mécses nem oldod ki. Milyen végtelenül reménytelen helyzetben van az, aki úgy érzi, hogy az élete olyan, mint a repett látszál, hogy már semmire nem jó, csak kidobásra, és akinek az életében a belső tűz, az ekkori nagy világ, nagy tervek, az álmok, a célok, már csak olyanok, mint füstölgő mécses, aminek lánya nincs. Édesatyám, megdöbbenünk mindig ezen, térdre tudunk előtted, te ilyen kegyelmes vagy, hogy te még ezt a semmit is valaminek tartod, és képes vagy új életet adni, és úgy újra lobbantani bennünket, bennásra van értelme, rendben látszált életnek, és a füstölgő mécses életnek is. Sokszor érezzük ki magunkat, sokszor látjuk ki világunkat, ezt az emberi valóságot, amiből egyszer csak fel kell, hogy ébredjünk, kinyíljon a szemünk, hogy ne szétfele tartsunk egymástól, hanem végre egymás felé, hogy megtaláljuk egymás kezét, szívét, életét, hogy rájöjjünk, csak együtt, csak így ebben, csak veled, csak feléd, általad, érted és miattad tudunk győzni. Urunk Krisztusunk, ajándékozz meg bennünket most élő igével, hadd halljuk meg, amit már el akarsz nekünk mondani, és ha csak egyetlen mondatot is, de helyezz el a szívünkben, ami a rendben látszárat megerősíti, ami a füstölgő gyertya veled, lángra nyugodja. Testvérek, készüljünk most az ige hallgatására, az ének alatt a gyermekek gyerekisten tiszteletre ki tudnak menni, bár kevesen vannak, sokan nem utaztak, de mégis lesz nekik alkalom. 224-es dicséretünk 3. és 6. versét énekeljük. 224-es dicséret 3. és 6. versét. Thank you.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Istennek az az igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom a köztetek üzenetét, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, 18. verstől a 26. versig terjedő szakaszban következőképpen. A vihar hevesen dobál bennünket, azért másnap kidobálták a hajót el. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületen csak a hajót. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyal, akié vagyok, s akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondtam, egy szigetre kell kivetődni. Kedves testvérek, többen hallhatták ezt az ige szakaszt, sőt ennek az elő és utó történetét is az egyetemes imaként alkalmával, hiszen a Máltai keresztények állították össze, és nyilván kicsit maguk felé hajlott a kezük, hát mit is adjanak a világnak erre a hétre, az egyetemes ima hétre, ha nem önmagukat, és büszkén és joggal büszkén mutatták be Máltát és Málta világát, és emlékeznek erre a Krisztus után 60-ban történt hajótörésre, ahol Pálék aztán partot értek, és az a sziget, ahol majd ki kell vetődjenek, az majd már a szigete lesz, és leírták róluk, milyen jó, hogy ez maradt meg róluk, hogy a Máltaiak nem mindennapi emberséggel bántak a hajótörőkkel. Milyen boldog lenne sok ember szíve, ha csak ez a néhány gondolat maradt a fő róla ebben a nagy világban, hogy ez az ember nem mindennapi szeretettel tudott élni. Ez is szép üzenet már, ezt is el tudjuk vinni magunkkal, hogy törekedhetünk a nem mindennapi, a nem megszokott, a többre, mint ami általában. De nem szeretnék erre visszatérni, hanem inkább kibontani ezt a történetet, amit felolvastam, hiszen ennek nem csak egy ilyen fizikai dimenziója van, hogy veszélyes az élet, kérem szépen, hát aki hajóra száll, szállítson rá, hogy vihar lesz, és a viharban a hajó néha elsüllyednek, vagy aki repülőre száll, az legyen nyugodt, föl még nem maradt egy se, majd csak leér valahogy, vagy aki kocsiba ül, az vigyázzon mindig, mert karambol is lehet, nem régizgetni akar a fizikai világ törvényszerűségeivel, az igen. Mert van ennek egy másik olvasata, egy lelki üzenet ennek a történetnek. Ezt szeretném elmondani. A legelső találkoz ebből a nagy üzenetből, amit úgy mondanak a régiek, talán római mondás ez, hogy élni nem fontos, de hajózni muszáj. Olyasmi üzen ez, hogy aki megszületett, annak az élete olyasmi, mintha egy hajót vízre bocsátottak volna. Na most a nyugodt tengerpart az nem nevel jó hajósokat. Úgyhogy el kell volna rugaszkodni. Szokták mondani, a legnagyobb biztonságban a hajó mindig a kikötőben van, de nem azért tervezték és nem azért építették, hanem majd menjen. És aki él, az olyan, mintha elrúgta volna maga kis hajóját az élet egyik partjától, és indulunk a másik part felé. Megyünk, velünk együtt utaznak, rakományunk is van, gyűjtögetünk rá, itt-ott kikötünk, és irány a cél. Milyen boldog ember az, aki ismeri a céljait. Tudja, hogy mit akar az életével, mit akar az életétől, mit akar az életében szereplő emberektől, képességektől, adottságoktól, és megy előre a hajójában. De úgy néz ki, hogy nem lehet megúszni a hajózás viharok nélkül. Sokan félreértik a keresztény hit drága üzenetét,
Krisztus segítségét, mert azt gondolják, hogy jó hívőnek lenni, jó a Krisztusban bízni, mert aki benne bízik, az elkerüli a bajt. Sokan ebben csalódnak, és hátat fordítanak ennek, és keresnek valami mást, mert ezt nagyon sokan ígérik. Nagyon sokan ígérik, hogy ha velünk tartasz, nem lesz gond. Ha rám hallgatsz, megúszod. Ez a történet pedig elhelyez bennünket a valóságban, ezért szeretem mondani, hogy az igazán biztosan kapaszkodó ember sosem lesz idealista, mindig marad a realista talajon, egy optimista realizmus lesz az élete része, ami azt jelenti, hogy viharok már pedig vannak, aki él, annak viharok vannak az életében. Miért vannak viharok? Miért vannak viharok a mi életében? Bár miért nem fogta meg az Úr ettől? Az látszik ugyanis, hogy itt a jó és rossz döntések keresztetszetében élünk. Több helyig kikötöttek korábban, kikötöttek néhány biztonságos kikötővel, az egyiket úgy is írják, hogy Kréta szigeténél, hogy szép kikötő, milyen szép lehetett az adott, telejünk ki, nem megyünk tovább. Ez rossz döntés. És vajon hányan ülünk itt úgy, amikor azt mondjuk, hogy most megyünk tovább, aztán rábeszélve, hogy nem kellett volna tovább menni, jól lett volna maradni. Aztán lehet, hogy az lett a rossz döntés, hogy maradtunk, és tovább kellett volna menni. És az életünkben ezek a döntések ott vannak, és érezzük, hogy különböző erők, érdekek feszülnek egymásra. Azok, akik ezt a hajót birtokolták, alexandriai hajósok, ők a haszonért indultak, tele volt búzával a hajó, többünk alexandriai gabonával, ugye már óriási pénzt adnak. Hát gyerünk! A haszon minden fölülé. Ezen kívül, hogy 276-270 hatal van a hajó, hanem egy jó része rabszolga, jó pénz, az is, hát akkor el lehetett adni az ember. Gyerünk, gyerünk! Nem a haszon ellen szól az igényhirdetés, nyilván ezt mindenki érti, de ott van ez. Menjünk, és minél hamarabb söpörjük be a hasznot, és éljünk jól, vagy maradjunk, és inkább egy kicsit késve érjünk oda, nem biztos, hogy már akkor a haszon van. Ki az a bölcs ember, bölcs férfi és asszony, aki tudja ma, hogy akkor hova és merre ugyan induljon? Ránéz a gyermekeire, ránéz a rábízó dolgokra, miből lesz a hasznunk? Volt egy régi szomszédunk, akinek egy szavajárása volt, hogy de mi ebben a haszon? Mindig ezt kereste. És erre rábaj azt kérdezi, éppen itt a Heidelbergi Kátyóka Hermény kihallás, azt kérdezi tőlünk, mi hasznom abból, hogy a Krisztusban hiszek? Olyan érdekesen belopózik mindenhol ez, hogy valami kell, hogy hozzon a konyhába. Visszatérve jó és rossz döntések kereszteződésében élünk, és ezek hoznak ránk olyan helyzeteket, amelyeket el szeretnénk kerülni, de nem tudunk. És ezekben a helyzetekben kiderünk, hogy mit vagyunk, voltam. És annak ellenére elindulnak, hogy jön a téli vihar, ez egy téli időszak a földközi tengeren, akkor még Adriára hívták egészen Máltáig azt a tengeren részt. És ott van egy vihar, az a neve, hogy Eurapilo. Nem is adnak neki külön nevet, nem nevezik el, mint az amerikai a hurikányaikat, ennek az a neve magyarul, hogy jó nagy. Az a jó nagy, az azt jelenti, hogy akkor a hullámok voltak, mint ez a templom. Kárpát elneveznek. És belemennek ebbe a jó nagyba. Pedig tudják, hogy jön, és tudják, hogy van. És mégis. Szívszorító dolog ez, hogy hány olyan élethelyzetet találtuk mi már magunkat, amelyekről tudtuk, hogy jön, tudtuk, hogy mivel jár. Tudtuk, hogy kockáztatunk. Tudtuk, hogy lehet az életünk veled, és mégis megcsináltuk. Jaj! És az ember ilyenkor szeretne kuplugolni egyet, rükvercet, és gyerünk ki, de nem lehet. Onnan már nem lehet. Ez ami fáj nekünk. Szeretnénk meg nem történjen lenni. Szeretnénk azt mondani, hogy azt nem úgy gondoltam. Ezt a szót ki sem mondtam. Az nem hangzott el, elhangzott. Ezen az úton el se indultam, de elindultál. Ezen az úton én nem csináltam, de csináltam. És jön a jó nagy. És ezt mindenki hozza be, hogy kinek mi az a jó nagy.
nincs biztosítás a viharok ellen az életben. Bárcsak köthetnénk itt a templom ajtóba biztosítást, hogy aki ma itt volt, annak a jövő héten valószínűleg nem lesz semmi baja, csatlakoznánk a horoszkópokat mondóikhoz, hogy jövő héten remélem az anyagi dolgai, helyreállnak a párkapcsolati problémái, megszűnik a szívében a marmó, fájó, nyomorúságú gyász, hogy újra kezdheti az életét, hogy nem kell egyes vagy hatos dobni, akkor is jó történeten ez. Nincs biztosítás. Egy valami viszont azért van. Jelen vagyok. Egészen megdöbbentő, ezt a történetet nézzük, hogy az isteni számtal ott működik. 276-an vannak ezen a hajón, és az Isten egyetlen embere van ott, Pál. És hogy hogyan hagy az az egy arra a 276-ra, és nem a 275-re, az arra az egyre. Csodálatos üzenet lesz, hogy nehogy azt gondoljuk, ha már ott vagyunk, ha már benne vagyunk a viharban, ami hittünk el, hogy az jelentéktelen semmi, vagy semmit nem érő, vagy ilyen, vagy ma is hiába imádkoztam, mert nem így van. Az első lépés ezen a segítésen az, hogy el kell kezdeni kitisztulni. A kitisztulás úgy néz ki, hogy értékrendet váltanak a hajón utazók. Eldöntik, hogy mi fontos és mi nem. Egész megdöbbentő, először a hajó lelkét dobálják ki, azután saját kezűleg a hajó pót fölszerelését dobálják, és a később olvastam volna, akkor a finnok alexandriai húzát is kilapátolják a hajót. Rögtön tudják, mi fontos. Rögtön kiderül, amikor már kétszer is át kellett kötni a hajót erős kötelekkel, hogy szépen szakítsa a viha, hogy mi számít. Jaj, de nyomorúságos ez, hogy el kell jutnunk oda a végére, koppanóig, hogy átrendezzük az életünket, és rájöjjünk, hogy mi fontos, én is ki fontos. Ára van a megmenekülésnek. Ára van annak, hogy a 276 ember megmeneküljön. Családunknak kifejezetten jó tett az elmúlt három évben két költözködés, de rájöttünk, hogy mennyi elképesztően sok fölösleges tárgyat cipelünk magunkkal, és mennyi mindent oda tudunk ajándékozni rokonoknak, ismerősöknek, nálunknál szegényebb sorban élő embereknek, mert rájöttünk, hogy hiába van nálunk nekünk, hogy nem használ. Csak tele van vele lakásunk, vagy polcunk, vagy garázsunk, vagy verandán, no most belül. Mit viszünk mi? Mi húz le bennünket? Mi az, amitől azért, hogy az életünk megújuljon, partra éljen, hogy ne holtan lebegjünk a fejünk fölött összecsapó hullámok alatt, mit kell kidobni? Kit kell kidobni? Hú, de csodálkozik ez. Vannak olyan emberek, akiktől meg kell szabadulnunk. Mert szívják az életünket, az erőnket, a vérünket, és süllyedünk, és eddig adjak ki a fejünk a vízből. Valakitől meg kell szabadulni. Vannak emberek, akiknek a közösségem nem kell többet lenni. Vannak helyzetek és helyek, ahol nem kell többet bemenni. Így hangzik egy ilyen ötfelvarázsú dráma. Megyek az utcán, észre sem lesz a puffben egy gödörbe. Piszokkul, fákkal én bírom kimászni. Második jelen, megyek az utcán, ott a gödör, megint beleesem. Jó, most már kicsit nagyon rutinnal, de kimászunk. Harmadik jelen. Megyek az utcán, tudom, hogy ott a gödör, beleesek, kimászok. Negyedik jelenet. Megyek az utcán, látom, hogy ott a gödör, már készülök rá, már tegnap is eszembe jutott. Kimászom. Ötödik jelenet. Nagyon unom már.
második számú. Ez a történet erről is szól. Ki kell tenni dolgokat az életünkből, hogy bennének éljünk. A hatosok rájöttek, nincs fontosabb az életünknél. Az eredeti szó olyan nagyon szép, mert a megváltásokról van szó, hogy megmaradjanak életben, hogy kiváltsák magukat ebből a mindent eljelő hivatról. Aztán pár fölött. Nem szép dolog arról csinálni, de helyén való, mert szól is, azt mondja, atyám félre. Az lett volna jó egyébként, ha rám hallgatok, és nem indulok el. Megszólalt pápa egy pillanatra a farizeus rabbi. Én viccesen mondom, sokáig csak nőkről tudtam azt, hogy előre tudják, hogy mi történik. Hát pár is ilyen. Én megmondtam, én előre mondtam. Vajon mi megsértődünk, ha valaki ezt mondja nekünk? Ez a történet komoly figyelmeztetés tárgyat lesz. Nagy felgyártóidat. Nincs idő megsértődni. Az élet ilyen. Nem mondták azt nekünk. Most miért mondod? Hogy tetszi el? Rájönnek, nincs idő megváltozni az igaz szó. De Pál nem is hagyja itt abba, hogy lám, én megmondtam, hogy el fogunk pusztulni, na, most tessék, itt vagyunk, puf, és akkor lennél húzom magában, hanem folytatja egy olyan helyen, ahonnan már valami elfogyott. Elveszett megmenekülésünk minden reménye. Úgy néz ki, hogy az élethez van egy nagy adag remény, amivel minden napjainkat él. Látás, egy kép, egy előkép, egy ideak, ami felé megyünk. De ez lesz holnap után, és ez lesz majd, ha öreg lesz. És ez végz el. Ott abban a viharban minden eltűnik. Abban a pillanatban tudják, hogy még egy nagyobb hullám, és mind meghalnak. Nincs több gondolkodás, nincs több jövő tervezgetés. Nincs utolsó SMS, semmi. Paf. Ez az a helyzet, amit mi rettenetesen nem szeretünk. Hát jó, hogy nem. Hiszen a mi életünk egy reménykedő élet, egy megkapaszkodó élet. No, de kérem, minden kapaszkodó elveszett. Azt írja, 14 napja nem látják se a napot, se a csillagokat. Akkor még nem volt irányunk. Egy dologhoz tudtak igazodni, a nap és a csillagok állásának viszonyához, és valami ilyes színusz vagy koszínusz tétellel kiszámolták, hogy merre tovább is. De amikor ez nem látszik, akkor reménytelenül elkérdettek. Nincs mihez igazolni. Immár nincs, azt sem tudjuk, hogy merre jár. Elkeveredtek, az a földközi tenger jó. Mit csinálunk? Van egy régi család, kiskohalas mellett van egy kicsi falu tázárat, egy dédpapa, már vak dédpapa volt, aki megmondta mindig a családnak, hogy mikor mit kell csinálni. Ott ült a nagyemberf alatt, és fordult karosszékébe, jöttek be a gabonok, kalászokat, leszedve a fia, meg az unokája, és ő a markában szétmozdogatnak, megrágogatta, és ő mondta neki, hogy mikor arra tudunk. Mert az a 80 év tapasztalat tudta, hogy milyennek kell ennek abban a szemben, hogy lehessen majd aratni. Aztán, hogy kimentek a válságba, vitték őt is, mert ő akkor is végig tapogatta magat, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó. És aztán egyszer csak ez a két papa meghalt. És a család ott ült, és így vakarta a fejét, hogy mikor lesz a lakás. Hát ki mondja meg nekünk, hogy ez a ló jó vagy rossz? Egyszerű példa, de utolom értünk mindenki, hogy mi mindig igazolunk. Nekünk szükségünk van napra meg csillagok, szükségünk van kire fölnézni. Szükségünk van kihez beállítani az életünket, az értékrendeinket, a távolságot, a közelséget.
ezek az emberek végső tanástalanságukban, reményvesztettségükben minden igazodási pontot elvesztettek. Milyen sok embert látunk, aki keres, keres, mérhetetlenül kapar, kotor valami után, ami fix, ami mint a nap az égen ott van, ami mint a csillagok az égen ott van, ami nem változik, ami tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ami az eltigazolt, és ekkor áll fog válni. Mondja a szemrehányó mondatát, aminek pont helye van, de rögtön folytatja az evangéliumot, és azt mondja, én azért azt mondom nektek, hogy erősödjetek meg, és föltölti a szívüket újból reménységgel, föltölti az életüket újból bizalommal az élet iránt, hogy ne hagyják föl, és beszél nekik arról, akinek az egyetlen képviselője azon a hajón, hogy az én Istenem, akit én szolgálom, azt üzeni, hogy senki nem fog elveszni. És ugye szigetre fogunk életülni. Óriási üzenet ez. Reménykedtek az emberek szívében, én azt mondják már bűn, mert olyan helyzet is reménykedtek, ahol már nincs remény, én úgy gondolom, hogy nem az. Ugyanis valami nagy dolog történik, később ebben egy teológiai nagy alapfogalom lett. Az a címe ennek, hogy a végső valóság. És ez az ige üzeni, és aztán ezt mondja ez a gondolat, egyetlen hajó törés sem végső valóság. Csak ebben a gondolatban lehet elkezdeni igazán jól élni, hogy az, amiben vagyok, ami most nyomaszt, ami húz lefelé, ami kínoz, ami fölött nem látok uralmat, abban a pillanatban, amikor elveszítettem az igazodási pontjaimat, hogy nem tudom, hogy kihez igazodjak, nem tudom, hogy milyen értékrendet választok, ez nem a végső valóság. Ha így gondolkodom, hatással tudok lenni a helyzetre. Ha nem, akkor nem. Egészen megdöbbentő ez, hogy milyen sokat számít az embereknek ez az üzenet. Ez a Krisztus evangélium, hogy egyetlen végső valóság van, az ő igéje, az, hogy ő ezt a világot szereti, és az az egyetlen végső valóság, hogy az ő kebelén úszunk meg, de minden, ami ezen a világon van, az egyik sem a végső valóság. Hány ideológiát, hány nagy szólamot hallottam már testvérek, hogy ez íves és soha nem fog megváltozni. És 5 év, 10 év, 5 nap, 10 nap, ki tudja hány olyan már rég nem úgy volt. Akár saját érzelmei, akár saját nagy helyzetei, a bebetonozottak kis dolgaink is, paf, így mentek szét. És milyen jó, hogy egyetlen hajó törés sem a végső valóság. Így tudunk mi hatással lenni a világra. Ha innen most elmegyünk és elviszünk ezt az üzenetet, oda, ahol élünk, akikkel élünk és akikre számítunk ebben az életben, és úgy találjuk őket, hogy éppen viharon csapkodnak a fejük fölött, vagy kilátástalanul keresik a jövőt, vagy éppen valami nagy fába várták a fejszívüket, mondjuk el nekik ezt. Hogy ígyék el, bármit is hozzon az élet, bármi is alakuljon ezen a világon belül, ez nem a végső valóság. Nem olyan régen volt 75. évfordulója az auschwitzi haláltávon felszabadítására, és a zsidóság is ezt kérte meg. Nem az a végső valóság. A dobszerekkel tolott sok halnak, és az ott maradt 6 millió. A végső valóság az, hogy élünk, és az Isten szeret bennünket, és kiválasztotta magának a népét. A mi hitvallásunk ezt így valljuk, hogy Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig igényei szent lelke által az egész teremtett emberi nemzetségből magának egy kiválasztott népét ül, egy az oltalmaz és megőrzi, hiszen, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az Isten. Nekünk ez a végső valóság. És ez az a pont, ahol megfordul ez a történet. És boldogító történetté válik. Jaj, de nehéz lefele menni. De ne spóroljunk meg. Ne fordítsunk hátat neki. Merjünk elmenni odáig, ezen a pontig, amikor tényre kényszerülünk, amikor feláll valaki, és azt mondja neked, nekem, bármelyikünknek, hogy jobb lett volna rám magad. Kár, hogy nem tetted, de hidd el, hogy az Isten segít. És én azért vagyok itt ezen a hajón veled, hogy bár a hajó elvész, és senkit nem érhet a hajó. De mindenki megmarad.
és az életünkben van. Nagyon tetszik ez a mindenki. Az ottani katonák szeretnék volna kisorozni ezt a mindenkit, előveszik a kardjukat, és megpróbálják a rabszolgákat lelőrösni, nehogy megszökjenek. Hát oda. És erre feláll egy százados, és azt mondja, hogy nem bántunk senki. Itt ez az ember azt mondta, hogy mindenkire szól ez az üzenet, csak közösen tudunk megmenekülni. Vagy együtt, vagy senki. Jaj, ne tetszett! Nincs távolítás, nincs kisorolás. Nem csak a római, nem csak a fehéret, nem csak a néget, nem csak a sárgát, nem csak ezek, mindenki. Ú, mi debénán szortírozni. Tehát Istennél nincs szortírozás. Megszüntette a szűrőket. Nem magozgat szépen imádkozókat, régi templomjárókat, friss hívőket. Mindenki. Krisztus mindenért váltság. Aki ezt meghallja, aki ezt megérti, az ott van. Ők ott hallották, részesei lettek neki, és mind megmenekültek. És a történet ott ér véget, hogy a hajót tópadra futtatják, aki tud úszni, kiugrik, aki nem, azt kell, hogy deszkálkod, vízbe kimenekítik, és mindenki megmenekül. Jaj, de jó ez! Mennyire vágyik az ember szíve, azokra nézve csak, lehetünk egészen önzők állnak. Ránézek a családomra, az én szeretem, és azt mondom, hogy azt kívánom, hogy mind menekülünk meg. Egy se szemlegyen való körét, egy se veszem oda az életem tengerébe. Egyes se nyeljenek el a humán. Ránézek erre a gyülekezetre, és azt mondom, hogy van a 81 is, aki most Mátraházán van, meg ez is, mind maradjon meg. Sőt, hazamegyünk, nem így gondolunk a milyen hinten. Nem így nézzük az utcán velünk szemben jövő emberre. Uram Isten, ne gondolj meg, is megmaradj. Ne gondolj meg, karnázat. Aztán ránézzük a lakótömbre, meg a nekünk lakókra, akik éppen zajolnak, beszegszenek, és csak imádkozunk, hogy Uram, de jó lenne, ha megmaradnál. De jó lenne, ha nem nyerni el őket ez a vagyvéka. Dosztojevszki írja a karmazott testvére, első kötete végén, amit azt mondja, hogy szüntelen imádkozzunk. Még azokért is, akiket nem is ismert. Mert amikor az Úr elé odaáll, ez a nyomorult ember, és úgy hal meg, hogy egyedül, és azt hiszi, hogy már senki nem szerette őt, és az Isten felmutat, de imád őt, utoléri, és földerül a szín, hogy legalább egy lélek imádkozott, értem? Még az Isten is szívesebben megkönnyörül rajta, mert látja, hogy legalább egy valaki még őt is szeret. Hát ez a mi jelenlétünk üzenete. Már 275 ember szeretkedett bele a megmenekülésben, a megmaradott életbe. Ennyi lehet, ennek is van állam. Ennyi lehet, hogy a mi közelében is van egy ember. Nem, ez a végső valóság, hogy elvesztünk, hanem azt, hogy megmaradjuk. Áldja meg Isten ezt az üzenetét a szívünkben. Adja nekünk sok erőt erre a fajta hiteles képviseletre. Így tudjuk menni, és így tudjuk kilépni, és így tudjuk egymásra nézni. Uram, köszönöm, hogy nekem adtad őket, mert tudom, megígértem. Egy sem részem köszön. Így legyen. Amen. Választjuk az ígéret, drága testvérek, 294-es életünket három rövid versen van. Kérek egy végig. Jézus igazságon, este kellve várni, áldozat.
A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.